Sziasztok! Anita vagyok a Siker.guru-ról. Ebben a videóban Denis Félix könyvének egy szuper összefoglalását követhetitek nyomon. Az író egy angol származású, költő, előadóművész és filantrop milliómos. Saját kiadója, mely az első kiadója volt Angliában, számítógép magazinokat adott ki. A szóbeszéd azt járja, hogy ő volt az első ember, aki élő tévéadásban használta a nagyon illetlen és alpári szót. Hirtelen vérmérsékletéről és szabad szájáról volt híres. Alapos kutatás által találtam rá erre a könyvre. Rövid könyv, kellemes olvasmány. Dennis Félix milliómos üzletember milliókat érő tanácsait olvashatjuk ebben a könyvben. Az író nagyon őszinte és részletekig menően leírja a múltját mely meglepő, mivel tele van alkohollal, droggal és prostituáltakkal. Továbbá leírja, hogy mennyire megbánta ezt, és hogy már milyen fontos számára az egészséges életmód. Tehát a könyv tel is tele van jó tanácsokkal. Én nem mondanám motivációs könyvnek, mivel számomra igazán hasznos tanácsokat adott. Arra tanít, hogy legyünk belevalóak, merjünk, és ne csak a szánk járjon. Az egész könyv egy nagy igazság, és valószínűleg sok embernek nem éppen a szája íze. Mivel az író nagyon egyenesen fejezi ki magát, néha káromkodással megtűzdelve. De, ami fontos, hogy az igazságot beszéli. Így próbáltam nektek összefoglalni a legjobb mondatokat és gondolatokat, amiket találtam a könyvben. Jó szórakozást kívánok! Még mielőtt belemerülnék az élvezetekbe, hadd osszam meg gyorsan veletek a személyes kapcsolatom a könyvvel. A könyvet egy hét alatt sikerült kiolvasnom úgy, hogy az utolsó munkahelyemen az utolsó hetet töltöttem. Annyira feltüzelt ez a könyv, tele van energiával és szenvedéllyel. Nagyon nagy hatással volt rám. A könyv befejezése után még hetekig megmaradt ez az érzés, amiben a könyv sodort bele. Magabiztosság, fegyelem, motiváció, szenvedély. Ha nekem tetszik egy könyv, akkor miután befejeztem, rögtön utána nézek az írónak, Hol él, mikor született, vannak-e más alkotásai, stb. Most is így tettem, és képzétek el, mit találtam. Meglepődve láttam, hogy az író ugyanazon a héten hunyt el, mint amelyiken kiolvastam a könyvét. Ez azért is érdekes, mert a könyvben sokat írt arról, hogyan károsította egészségét, de most már nagyon odafigyel, szuper élete van, és reméli, nagyon-nagyon sokáig fog élni. 67 évesen hunyt el. Na tehát, vágjunk bele! Denis Félix szerint a siker kulcsa magabiztosság. E köré építi fel az egész könyvet. Magabiztosság. Semmi nem fontosabb, az életben segít, ha vastag bőrünk van. Úgy mond. Nos, mi a legértékesebb dolog, amit a gazdagság, illetve a pénz ad? Ez egyszerű. Idő. Idő az olvasásra, az írásra, ha akarja az ember vagy könyvet írni, ha épp olyan kedve van az embernek. Idő utazásra, sétálni, gondolkodni, olvasni, idő festeni, inni, haverokkal lógni, vagy párunkkal lenni, de tényleg akármit csinálni, amíg nem kell irodába vagy gyárba nap, nap után dolgozni a pénzért valaki másnak. Ahogy kiderült, a pénz ugyanolyan, mint a szex, írja a költő. Semmi másra nem tudsz gondolni, ha nem kapsz, és mindig másra gondolsz, ha van elég. Egy további idézet. Ha a gazdaggá válás esélye elbátortalanít, akkor megérdemled, hogy szegény maradj. Denis Félix. Bosszankodással nem megyünk semmire, ugyanúgy, ahogy tétlenséggel sem. De ha már tudjuk, hogy a kudarctól való félelem az, amely visszatart minket, már egy lépés a jó irányba. De nem elég, mert a tudás az nem tett. Figyelj, a kudarctól mindenki fél. Ha nem vagyunk hajlandó a kudarcot vallani, néha nyilvánosan is, néha katasztrofálisan is, akkor nagyon kevés esélyünk van a meggazdagodásra. Ha érdekel, hogy mit gondolnak rólunk a szomszédok, soha az életben nem leszünk gazdagok. Ha nem vagyunk hajlandóak hosszabb órákat dolgozni, mint mindenki más, valószínűleg nem fogunk meggazdagodni. Ha nem játékként tekintünk erre a kihívásra, akkor soha nem leszünk gazdagok. Ha azzal töltjük napjaink, hogy gondolkodunk, és ezt a jó ötletet, vagy azt a jó ötletet dolgozzuk ki az agyunkban, akkor szintén nem jutunk sehova. Valószínűleg sok más embert fogunk gazdaggá tenni, csak éppen nem magunkat. Ez általában így van. Ötletektől nem fogunk meggazdagodni. A helyes végrehajtástól fogunk. Ez ilyen egyszerű. Az egyedüli emberek, akik egy befektetési alapból meggazdagodtak, a befektetési alap menedzserei voltak. Akik céget akarnak alapítani és meggazdagodni, nem várhatnak el ingyen fuvart, igaz? Továbbá ezerszer jobb megpróbálni és kudarcod valani, mint meg sem próbálni. Itt mondott egy tippet Denis Félix, akinek esetleg vállalkozása van, hogy egy szép, friss virágcsokor minden héten a recepciónál jobb benyomás kelt, mint egy méregdrága olasz pútor. Majd most folytatnám egy másik idézettel. A feltételezés az elbaszott dolgok szülőanyja. Tenisz Félix. Csináld és higgy magadban. Senki se fálik jobbá csak azért, mert megvett és elolvasott egy könyvet. Ez tény. Az egyedüli út a fejlődéshez, ha kipróbálja az ember azt, amit olvasott, és tettekké változtatja őket. Ha te nem hiszel magadban, akkor vajon ki fog? Önbizalom nélkül semmit nem lehet véghez vinni. Tehát visszatértünk az önbizalomhoz és a magabiztossághoz. A kételyekkel és félelmekkel szembesülni kell. Írjuk le őket egy papírra. Mik a félelmeink? Mik a kételyeink? Vizsgáljuk meg őket. Tartsuk fel őket a fény felé. Majd emlékezzünk arra, hogy milyen egyediek vagyunk. Az összes tudós és kutató ezt neked alá fogja támasztani. Hogy ne tudnál magadba hinni? A természet hit benned, a végzet hit benned. És ha úgy gondolod, akkor Isten hit benned. Hallgass a megérzéseidre! Dennis Félix egy igazi üzletember. Arra biztat minket, hogy mindig hallgassunk a megérzéseinkre. Sok híres emberrel találkozott élete folyamán, és a legtöbben csak azért álltak vele szóba, mert gazdag volt. Startup, kezdő vállalkozás. Arra is biztat, hogy hozzunk létre több időzélbe fészket. Richard Branson-t hozza példának, hisz ő is többféle vállalkozás alapított az évek során, igaz? Ő is több úgymond fészket rakott. Építsük ki magunknak annyi fészket, amennyit csak tudunk. Viszont óvaint minket, hogy belekezdjünk mindenbe, és a végén semmit se vigyünk véghez. Az elején próbáljunk meg egy alap tevékenységnél maradni, és akköré építeni. Az elején gondoskodjunk az első fészkünkről. Úgy viseljük gondját, mintha életünk függene tőle mert zárójelbe így megjegyzem, hogy az is függ. Úgy viseljük gondját, mintha első szülöttünk lenne. Majd, ha már megerősödött és elkezdett pénzt termelni, utána rögtön kezdhetjük el a második fészkünk. Minél több fészek van, annál jobb. Hallgass és figyelj oda! Amint nem hallgatunk tovább, azonnal abba hagyjuk a tanulást. A hallgatás a legnagyobb fegyver, a kitartás és az önbizalom után, ha vállalkozók vagyunk. A hallgatás alatt nem azt értjük, hogy nem beszélünk, hanem az, hogy hallgatjuk, mit mond a másik. Senki se szegényedett el, mert sokat hallgatott, tanult és figyelt. Másik fontos dolog az, hogy az udvariasság nem a legfőbb erény, ha jó üzletet akarsz kötni. De segít! Ha mítingekre kell járni, akkor viszont fogjuk rövidre, nagyon rövidre. Szóljunk valakinek, hogy 15-25 perc után szakítsa félbe a gyűlést. Végezetül hallgass sikeres emberekre, figyelj, mit mondanak a jó befektetők, és tanulj a legjobbaktól. A szerencse akkor történik, amikor az alapos felkészülés találkozik a lehetőséggel. Válj ragadozóvá! Ez a rész nagyon tetszett. Légy ragadozó! Sikertelen emberek túl sokat gondolkodnak, még miatt akármibe is belevágnának. Ők képesek elképzelni a kudarcot. Nagyon törődnek azzal, hogy más mit mond, és fontos számukra a szociális preszt is. De ami a legfontosabb, nem tudnak tárgyalni, nem tudják kiüríteni a fejüket. Ne felejtsük el, hogy a legtöbb ragadozó szerencsés egész élete során ellentétben a zsákmányukkal. Ha sikeresek akarunk lenni, ragadozóvá kell válnunk. Ez az egyetlen, igaz út a gazdagság felé. Mert bizony, a gyáva száz halált hal naponta. Ne csináld egyedül! Delegáljunk, majd tanítsunk meg másokat is delegálni. Mindenki ismeri azt a nótát, hogy egyedül nem megy. Ez igaz? Senki se gazdagodott még meg egyes egyedül segítség nélkül. Legyél hős! Hogyha a hősködés nem a stílusunk, akkor színleljünk. Egy idő után fog válni. A delegáció által lehetőséget adunk másoknak, hogy a legjobbat hozzák ki magukból, miközben mi meggazdagszunk. Úgy éri meg meggazdagodni igazán, ha közben segítünk másokon. Ez varázslat, igaz? Az író megjegyzi, ha nincs sok tulajdonod, akkor szereted a hatalmat. Szeretsz másokat irányítani. Élvezed, hogy megmondhatod nekik, mit csináljanak. Ha ez a helyzet, akkor sajnos soha nem fogsz megtanulni delegálni. Különösképp a vállalkozásod legelején óriási jelentősége van a delegációnak és a reklámnak. Ez a kettő a legerőteljesebb fegyver a meggazdagodásért vezetett harcban. Ha jól tudunk delegálni, akkor egy idő után már csak az lesz a dolgunk, hogy az embereket irányítsuk, és akkor válunk igazi vezetővé. Figyeljünk! Nem mindenki azért dolgozik, hogy meggazdagodjon, sőt, a legtöbb ember nem azért dolgozik. Fontos odafigyelni delegáció közben, hogy ne törjük le a fiatal, ambíciózus menedzsereket. Meg kell nekik engedni, hogy hibázzanak. Ne okold őket, ha valami rosszul sül el. Ha tényleg olyan rosszak, és folyamatosan bajt csinálnak, akkor még mindig kirúghatod őket. Denis kijelenti, hogy pár eladási menedzsere néha többet keresett, mint ő maga, és ez teljesen rendben volt. A jó munkát dicsérni kell. A töketleneket és a köcsögöket pedig ki kell rúgni a cégünkből. Ez nagyon jó a vállalkozásodnak, és nem beszélve arról, hogy jobb kedvre deríted a munkatársakat, és a munkalékör is sokkal jobb lesz. Fontos elismernünk, hogy a humántőke a legfontosabb része az egyenletnek. Akár elhiszük, akár nem, de sokkal okosabb és értelmesebb emberek fognak eljönni és nekünk dolgozni, hogyha megkérjük őket. Feltéve persze, ha rendesen meg tudjuk őket fizetni, segíteni tudunk nekik fejlődésükben, és tudjuk őket vezetni, irányítani. Tippek következnek! Csak csináljuk végre, sokkal egyszerűbb utána elnézést kérni, mint előtte engedélyt. Vagy egy másik, amikor delegálsz, vagy új embereket veszel fel, akkor egy, legyenek nálad okosabbak, kettő, ne saját tükörképet keresd. De nem csak megfelelő alkalmazott kiválasztásán múlik. A munkatársaink, partnereink, és a vevőkörünk is nagyon-nagyon fontos, és épp ezért okosan kell őket megválogatni. Ezek mind-mind hozzátartoznak a humántőkéhez amúgy, amely persze sikerre viszi a vállalkozásunk. Tárgyalás ha üzletemberek vagyunk, akkor a tárgyalás számunkra gyakori. Először is próbáljunk úgy tekinteni egy tárgyalásra, mint egy probléma megoldására. A tárgyaló feleket nem kell kedvelni. Nem azért vannak ott. Ők azért vannak ott, hogy úgy húzzanak le minket, ahogy mi az hagyjuk nekik. Denis itt megelmitett egy nagyon érdekes történetet, amit most meg szeretnék veletek osztani. Akkoriban egy kiadóját akarták tőle felvásárolni a nagyfejesek. Egy kávézóban találkoztak az érdekelt felek tárgyalni. A szokásos alkudozás után Denisnek nagyon keveset ajánlottak a cégért, így ő felállt és bátran így szólt. Köszönöm, uraim, az ajánlatukat. Mint mondtam, az ár 3 millió font. És csak negyedmillió letétben. Ezen kívül továbbra is meg akarom jelentetni a magazinomat. Ha nem hallok magukról hamarosan, akkor a következő ár 4 millió lesz. Szép délutánt! Majd felállt és távozott a kávézóból. Leírta, hogy utána rögtön betért egy szomszédos kávézóba, majd hozzátette, úgy remegett a keze az idegtől, hogy alig tudta kimerni a cukrot. Mi történt? A kisember megtanulta, hogy a nagyember nem lehet a barátja a tárgyalás során. Az árba belementek, és kiadta a saját magazinját is. Rögtön a sztori után egy tip következik. Hallgass! Hallgass sokat a tárgyalás alatt! Tehát ne beszélj! A csend nyugtalanító. Az emberek kényelmetlenül érzik magukat, ha csend van, és hajlamosak arra, hogy fecsegése kitöltsék a némaságot, gyakran gyengítve a tárgyalási pozíciójukat ezzel. Ha gazdag akarsz lenni, birtokolj! A tulajdon nem a legfontosabb dolog. A tulajdon az egyetlen dolog, ami számít. Nem azért vagyunk itt, hogy jópofizzunk és eljátszunk minden szuper és szép. Azért vagyunk itt, hogy egy kisebb vagyon teremtsünk magunknak és családunknak. Azért alkalmazunk embereket, hogy végezzék a munkájukat. Ha nem tetszik, kirúgjuk őket. Az idő az egyedüli dolog, amit nem cserélhetünk ki. Nem vehetünk meg. Az egészségünk és az életünk mellett természetesen. Tip következik. Soha ne szidd a konkurenciát. A gyengeség és a hülyeség jele. Denis mindig agyon dicséri a versenytársait. Elvégre nem egy menedzser vagy, hanem gazdag akarsz lenni, igaz? Na már most a vége fele járunk, szeretnék pár tippet alkalmazottak beállítására felsorolni, amit a könyvben olvastam, és érdekesnek találtam. Első, mások is vezessenek a választottunkkal interjút. Jó más véleményt is kikérni egy ilyen nagy döntésben. Kettő, menj tovább és vedd fel a kapcsolatot a jövőbeli alkalmazottad előző cégével. Három, jegyzetelj és beszélj keveset. Lehet, hogy durván hangzik, hogy nem kezdeményezünk és sokat hallgatunk, viszont nem udvariaskodni vagyunk ott, hanem azért, hogy meggazdagodjunk. Tip! Több ezer szakértő szaladgál az utcákon, akik örömmel elmondják neked, hogy fizesd a lehető legkevesebb adót az államnak, és ezt el is mondják neked egy bizonyos díj ellenébe. Meggazdagodni nem nehéz. De ha gazdag is akarsz maradni, akkor fizesd az adóidat, és ne fejd meg a tehenet anélkül, hogy bejelentenéd az állambácsinak. Végezetül, drága barátom, ha fiatal vagy, akkor mindenkinél, aki nálad öregebb, sokkal gazdagabb vagy. A család, barátok, szeretők, csak zavaró tényezők. Feketén és fehérem. Soha se adj kölcsön pénzt egy barátnak. Add örökbe, vagy ne adj pénzt. Ne próbálj meg barátkozni az alkalmazottaiddal. Légy fer és nagyon barátságos, de ne próbálj meg egy lenni közülük. Hagyd figyelmen kívül a nagy ötleteket, és koncentrálj a nagy végrehajtásokra. Fókuszálj! Tartsd szemmel a pénzed! Ne félj semmitől és senkitől ezen a világon. mára. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket és az időtöket. Nagyon sokat jelent számomra, hogy meghallgattatok. Remélem tetszett az összefoglalom, és remélem tényleg sok hasznos információval szolgálhattam. Ne felejts el ellátogatni az oldalamra, siker.guru, ahol még több hasznos tippet és ingyenes információt kaphatsz, hogyan aknász ki rejtett erőid, és hoz létre magadnak egy szebb, gazdagabb és boldogabb életet mert képes vagy rá. Ozd meg a videót barátaiddal, ha úgy gondolod, hogy tetszene nekik is. Élj szenvedéllyel, élj szerelemmel!